Ugye tudjátok, hogy mit jelent ez a bögre. Itt a vlogmas időszak. Viszont a tavalyhoz hasonlóan nem fogom megígérni, hogy minden nap fogok vlogmas csinálni YouTube-ra, mert rájöttem, hogy teljesítetlen feladat. Hogyha tavaly teljesítetlen volt, akkor idén egészen biztosan, mert azóta háromszor annyi munkám van mindennel kapcsolatban. Hál' Istennek, viszont ugye tavaly is közbeszólt ez a betegség így kb. Fél időben, és nem tudhatom, hogy idén mi lesz, úgyhogy idén már meg sem ígérem. De igyekszem azért videókat csinálni ugyanúgy, csak mondjuk inkább heti rendszerességgel. Ellenben az Insta és a TikTok oldalamon napi rendszerességgel fogtok látni, vagy láthattok ebben a decemberi időszakban videókat, úgyhogy mindenképpen kövessetek be ott is, hogyha eddig még nem tettétek, mert ott aktívabb leszek ilyen rövid videó formájában. De már nagyon izgatottan vártam ezt a decembert és ezt a karácsonyi időszakot, és annyira jó, hogy idén most már Benni is várta velem, és tényleg annyira vicces, hogy mennyire benne vagyok én is, és mennyire hasonlítunk. Nagyon sokszor megkérdeztem el az elmúlt hetekben is, hogy mikor jön a Jézuska, vagy hogy ő mondja, mikor lesz Jézuska, mikor lesz karácsonyfánk, mikor kapja meg a láztalpas markolóját, és hasonlók, úgyhogy már abszolút így ebben a lázban égő is, ha bár nyilván még nem annyira tudja, hogy ez mivel jár, de nagyon várom, hogy megjön a fánk, és megint korábban lesz fánk, megint Bennivel ketten fogjuk díszíteni, úgyhogy idén már még sokkal jobban ki fogja venni szerintem a szerepét ebből az egészben, még jobban fogja élvezni. Plusz ugye csinálok neki ebben az évben is adventi kalendáriumot. Ezt szerintem ebben a videóban meg is mutatom nektek, hogy mik kerültek bele idén. Mert még nem raktam össze, hogyha őszinte akarok lenni. Most még egyébként november van, viszont mire ezt a videót néztek, már december lesz, úgyhogy éppen aktuális lesz, de csak bejelentkeztem, mert már nagyon lelkes voltam, hogy idén is beköszönhessek. Elképesztő, hogy eltelt egy év a tavalyi óta. A tavalyi decemberünk borzasztóra sikerült a végére, úgyhogy ennél idén csak jobb lehet remélhetőleg. Nagyon nem vagyok egy leveses ember, de képzeljétek, tömeg húslevest főztem, mert Andris pedig amúgy nagyon szereti, és tegnap egy kicsit megfázott, úgyhogy főztem neki húslevest, és annyira finom lett, hogy még nekem is nagyon bejött, úgyhogy most ezt fogom ebédelni is, és van egy olyan érzésem, hogy ezen a téren picit több levest fogok főzni, mert múltkor csináltam egy paradicsomlevest, és az is nagyon-nagyon bejött ilyen grill sajtos szendvicssel, meg ez is tök finom, úgyhogy lehet idén több leves lesz. Ezt megeszem ebédre, és lenne ma még egy 7 kilométeres futásom, illetve lesz is, bár annyira izomlázom van, hogy tudjátok, mert most elkezdtem ugye nem csak a futásban, hanem a teremben is egy új edzéstervet, ami célzottan arra van, hogy a futásban jobb legyek és erősebb legyek, viszont abszolút más izmokat mozgat meg, mint az eddigi edzéseim, és olyan helyeken érzek izomlázat, ahol eddig még sosem is alig bírom mozgatni a lábaimat, úgyhogy kihívás lesz a javából, de nem hosszú, meg csak könnyű futás, úgyhogy szeretném még látni addig, amíg van kint egy kis fény, úgyhogy nem is akarok nagyon sokat enni, ez a húsleves most pont jó lesz, és utána futás! Debiét Nitroval fogok ma futni, és úgy döntöttem, hogy mostantól viszek magammal a kesztyűt is, mert nagyon sokat tud számítani a szemtelen hőérzetnek az, hogy a végtagjaink mennyire vannak kellemesen, vagy mennyire fáznak, úgyhogy van rajtam kompressziózókni, van rajtam kesztyű, és mostantól nem fázok. Ez a szélgyek egyébként most van rajtam először, úgyhogy mondhatni ezt is tesztelem, hogy mennyire állja a salat, és mennyire szélálló. 21 kapuszni is, úgyhogy egyébként az eső időben is tök olyan vízlefárgat is. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep
keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Nos, hát nem annyira vagyok a helyzet magaslatán, ahogy ezt a hangomból hallhatjátok. Úgy tűnik, hogy ez az évvégi betegség ez minket nem tud elkerülni, de most igyekszem nagyon pozitívan felfogni és arra gondolni, hogy legalább idén, hát ha túlesünk rajta november végén, és akkor a december időszakon már amúgy is tele lesz programokkal, idén még egy utazással is, meg úgy eleve az ünnepekkel, azt már talán egészségesen túl tudjuk élni, és most tényleg tudunk majd a családdal karácsonyozni, nem úgy, mint ahogy tavaly, úgyhogy kellemetlen, de mindegy, úgy vagyok, hogy jobb most túlesni rajta. Viszont arra gondoltam, hogy mivel azért rohamosan közeleg a december pár napon belül, megnézném most, meg becsomagolgatnám bennek az adventi kalendáriumát, mert őszintén nem tudom, hogy járok vele, és mennyi dolgot kell még bele beszereznem, úgyhogy most így nagyjából összerakosgatom. Készítettem magamnak egy gyömbéres teát, egy nagy adag zsebkendőt, és akkor most így nekilátok, és megmutogatom, hogy miket szereztem már be neki eddig. Egyébként tök izgatott vagyok miatt, hogy bontogatni fogja majd, és kíváncsi vagyok, hogy bejön. Idén is lesz egy türelme minden napra megvárni, de remélhetőleg igen. Úgyhogy csomagoljunk. Ezt az előző videómban már megmutattam, hogy az Aldiban szereztem be idén ezeket a kis vászon zsákokat több méretben, és úgy látom be is van számozom. Mondjuk egy annyira nem örülök, mert én azt gondoltam, hogy majd én választhatom ki, hogy melyik napra milyen méretűt szeretnék neki. Viszont beszereztem egy másik adagot is, ami meg papírban van, és abban azt hiszem vannak matricák, úgyhogy lehet, hogy majd ezt fogom matricázni, inkább én így a másik oldalát, és nem ezt használom, mert nem tudom, hogy az elnékot még hogy akarom szétosztogatni, de minden esetre idén ebben fogom csomagolni, és vannak hozzá ilyen kis csipeszek, amikkel fel tudom majd valahova tenni, még ezt sem találtam ki, hogy hova. Egyébként pozitívum, hogy idén eljutottunk a családi karácsonyi fotózásunkra tavaly ellentétben. Tavaly le kellett mondani a betegség miatt, mert egyszerűen nem voltunk képesek elmenni. Most viszont így nagyon hamarra sikerült időpontot foglalni, mert hogy ilyenkor nagyon be vannak telve a stúdiók, és hétfőn gondoltam egyet, akkor nézzük meg. Ez volt az egyetlen szabad hétfő, úgyhogy elmentünk, megcsináltuk, és amúgy egész jó képek lettek belőle, bár még nem volt tőlem kiválogatni, mert apukám segítségét kértük a fotózásban, mert pont itt volt nálunk, és nagyon belejött a fotózásba, hogy szerintem legalább 1000 kép készült. Azt még le kell válogatnom, de majd ide beteszek néhányat így példaként, hogy miket csináltunk. Hát azért a két órás fotózásnak a nagy része abból állt, hogy benne ilyen próbáltuk így lecsillapítani, hogy a dekoráció meg a kellékek azok úgy nagyjából épségben maradjanak a végére. Hát jóval bonyolultabb volt, mint a legutóbbi ilyen családi fotózás, amikor két évvel ezelőtt ugye egy éves volt, és akkor még viszonylag egyszerű volt vele minden. De örülök, hogy készültek idén ilyen képek rólunk. Egy biztos, hogy rendeltem egy ilyen süti kiszúró készletet, amiben hát nem túl karácsonyi a hangulat, de ilyen traktor, blánctalpas, markoló, teherautó, minden egyéb van, amiben ilyen most megőrül. Úgyhogy ezt ki fogom bontani szerintem ebből a dobozából, és ezt fogom beletenni az ötödikei kis zsákba, mert hogy tök jó lenne ilyen télapús sütiket készíteni majd vele ötödikén a bölcsi után, és akkor ezt már tudnánk használni, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez lehetne arra a napra. Tök egyébként, mert úgy van, egy ilyen keretrészt, tehát lehet meg lehet csinálni csak úgy, hogy ilyen formája legyen, viszont van hozzá egy ilyen, és akkor pedig meg is lehet nyomni úgymond a sütit, hogy legyen mintázata is. Ezt egyébként Sheenről rendeltem neki. A másik készletben ilyen szép matricák voltak, ezt pedig a Tigerből vettem egyébként, úgyhogy ezt fogom elragasztani, és akkor ez lesz majd a mérvadó és Mikulás csizma. Mi legyen az egyesben? Az egyest azt így
jól kell kezdeni, mert az az első benyomás, és ha nem lesz elég izgalmas az ajándék, akkor lehet nem fogja annyira érdekelni a többi. Vettem neki a Müllerből egy ilyen nyomda készletet, mert a bölcsőben van nekik ilyen, és ezen nagyon szeret játszani, mindig haza akarja hozni. Úgyhogy szerintem ezt fogom kibontani, és ezt szét fogom mondani szerintem kb. Három részletbe, és akkor az első részt azt megkapja elsőjén majd, és akkor majd mindig kap hozzá még különböző más ilyen mintákat, amúgy ez nagyon cuki, és nem is volt drága. A édességeket illetően továbbra sem nagy édességes, a csokikat abszolút nem szereti, a kekszeket azokat nagyon, meg a gumicukrot is most már megismertem, mert hogy kapott gumivitamint, és azt nagyon-nagyon szereti, de hát ilyesmit meg nem, mert lehet, hogy egy gumicukrot majd fogok neki venni, ha már úgyis Mikulás, de ilyen csoki Mikulás, meg ilyesmit igazából nem érdemes, mert abszolút hozzá se nyúl nem szereti, úgyhogy idén is ilyen gyümölcspüréket vettem neki, ilyen szeletet, meg ilyen málnás pufid is, úgyhogy szerintem a második napi az egy ilyen lesz, hogy lássa, hogy van benne ennivaló is. Harmadik napra egy kocsi, dugig vagyunk már kocsikkal, de egyszerűen sosem elég belőle, mert mindig megvan az újdonság varázsa. A negyedik napra ezt teszem bele, hogy ezt már tudjuk olvasgatni aznap, meg lehet ezt kellene inkább a harmadikba, vagy már az elejére. Ezt már el tudjuk olvasni párszor, mire tudja, hogy jönni fog a Mikulás. Lehet ezt kicserélni, és ez lesz a második, vagy nem is tudom, hogy tudjunk már hangolódni, hogy mi történik, amikor jön a Mikulás. A hatodikán ugye így is úgy is jönni fog reggel a Mikulás neki, úgyhogy aznapra gondoltam ezt a ilyen fürdősót, ami abszolút ilyen gyerekbarát, és elszínezi a vizet este lilára, meg van egy ilyen nagyon jó illata elméletileg, úgyhogy ezt fogom beletenni, mert akkor reggel tud örülni a Mikulás dolgoknak, ezt pedig majd tudjuk használni este a fürdetésnél. Hetedike a szülinapom, arra egy ilyen matricás kis, azt hiszem színező. Igen, vannak benne színezők is, és minden oldalon van egy csomó-csomó matrica, és ez ilyen szuper gépek témája, úgyhogy mindenféle jármű, amit már el tud mondani magyarul, angolul, meg minden, hogy én pedig azt sem tudom sokszor, miről beszél, úgyhogy ez lesz a hetedikei, ötödikára lejöhet megint egy szelet. Gyadagot. Tizedikére gondolnám ezt a Peppás puzzle-t. Nagyon szeretik Peppát is, meg nagyon jó kirakósokban, de már szerintem egy éveset is úgy rakta ki őket, hogy az ész megállt, viszont nem tudom, hogy ez hogy fog beleférni, úgyhogy hát tökéletes, így van benne. 11-ére egy ilyen karácsonyfadíszt fog kapni, ami szintén nyilván autós. 11-ére már nagyon szeretném, hogy legyen karácsonyfánk, úgyhogy remélhetőleg akkor ezt már rá tudja majd tenni a fára. Nyolc kis zsák, amit valamivel meg kell tölteni, úgyhogy még a héten tartok egy beszerző körutat. Nem akarok neki ebben ilyen nagyon nagy dolgot adni, hogy azért ne várjon minden nap, hogy nagyon nagy dolgot, mert így is sok ajándékról szól a december, pláne neki a szülőnapja is ilyenkor van, de azért nem tudom, azért gyermeki lelkám nagyon örül neki, hogyha ilyeneket nyitogathatna, úgyhogy valami kis apróságokat még megpróbálok keresni neki a héten. Amúgy a betegség ellenére ma három dolog is örömet okozott. Az első az volt, hogy rá tudtam venni Benyát, hogy inhaláljon, és ilyen még sosem fordult elő a három éve alatt, hogy könnyedén felvette volna azt a maszkot, és kibírt volna benne legalább 5 percet, úgyhogy ennek kifejezetten nagyon-nagyon örültem, és remélhetőleg hozzásegíti a gyors gyógyuláshoz, bár neki olyan az immunrendszere, hogy tényleg ami rajtam egy hét alatt megy át, az rajta egy nap alatt, úgyhogy remélhetőleg holnapra már minden király lesz. A másik, hogy megjött ez a papucs. Nagyon szerettem volna egy ilyen pihe-puha papucsot az ilyen őszi-téli bekuckózós időszakra, viszont hát a kínaiak kicsit máshogy méreteznek, és picit kicsi a lábamra, de megtartom, mert annyira pihe-puha, hogy ezt nincs szívem visszaadni. És ehhez a pizsihez is szerintem tök jó, úgyhogy ez a
őszi-téli időszak alapkeréke lesz. A harmadik pedig, hogy megjött az én karácsonyi ajándékom, amit idén először megbeszéltünk Andrissal, hogy ki mit adjon a másiknak, mert igazából van az, vagy az van, hogy egyikünk sem tud igazán mit adni, mert nehéz még így is, hogy nyilván mi ismerjük egymást a legjobban, de nehéz olyat adni, aminek a másik őszintén örülni, és önkor az picit rossz látni, hogyha én örömmel adom, de ő nem úgy örül neki, azt is rossz látni, hogyha érzem rajta, hogy nem tudott nekem mit adni, és csak azért adom valamit, hogy adjon valamit. Szóval idén először egy ilyen életfelelős döntést hoztunk, és megbeszéltük, hogy mit szeretnénk, és mi az, amit nem biztos, hogy magunknak megvednénk, de egyébként örülnénk neki, hogyha megkapnánk, úgyhogy megjött az én ajándékom, mert azt még a Black Friday alkalmával megrendeltük. Ez egy baromi nagy ajándék, így méretügyileg, úgyhogy most éppen bent van az ágyunk alatt, és nem tudom megmutatni, de ha eljön ide, akkor megmutatom, és már gyermeki örömmel várom, hogy kivonhassam majd a fa alatt, és használhassam a jövő évben, mert nagyon régóta szerettem volna már egy ilyen eszközt. Két nappal később van, és ma már végre így közérzetileg jobban érzem magamat. Beni már tegnap is tökéletesen jó volt, én alig bírtam el tartani a tempót így betegen, de szerencsére neki nagyon gyorsan legyőzi az immunrendszer ezeket a dolgokat, úgyhogy ő ma már bölcsiben van. Én pedig még picit regenerálódni próbálok, de közben azért már videózok is, mert készülök a decemberre, meg elintéztem a télapó bevásárlást, meg holnap Andrisnak névnapja is van, és aminek örülök egyébként, hogy idén megbeszéltük így a szűk, bővebb családdal, hogy nem ajándékozunk egymásnak. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy ki fogja ezt kibírni, de őszintén szólva nekem elég nagy terhet vettünk le ezzel a vállamról, mert nagyon nehéz jól ajándékozni, és én szeretek jól ajándékozni. Én nem szeretem a haszontalan ajándékokat, de mivel kevés időt töltünk úgy egymásnál, hogy így pontosan tudjam, hogy az, amire vágyik és aminek örülni, az vajon megvan-e már neki, így nehéz ajándékozni, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz így idén a karácsony, csak Belinek fogunk ajándékozni, nyilván tőlem szeretnénk ennek az örömét elvenni, meg neki nagyon könnyű ajándékozni is, úgyhogy meglátjuk, de minden esetre most télapóra készültem, meg Belinek azért készülök. Holnap kell majd feltennem az adventi kalendáriumot is neki, mert pénteken már nyitogatunk, nem tudom pontosan még most sem, hogy hol fogom feltenni őket, meg hogy, mert holnap napközben, amíg ő bölcsében van, egész nap nem leszek itthon. Megyünk reggel egy bráncsra, az betudható, hogy névnapi bráncsnak, de egyébként ez egy ilyen meghívás lesz, meg utána beülök valahova dolgozni, és aztán pedig de után megyek pszichológushoz, és utána már megyek érte a bölcsibe, és nyilván nem bele szeretném ezt nagyon megtenni, úgyhogy lehet majd, amikor alszik valahogy, besugranok a szobájába, vagy ilyesmi. És most éppen egy ilyen tortillát csinálok, teljesen rákaptam a tortillára, mert annyira egyszerű mindenféle zöldséget húsba lehet pakolni, de azért elcsábultam egy ilyen pisztáciás kis koszorúra is, elképesztő finom minden, ami pisztáciás, és tényleg ez a leveles tésztás ötlet, ha bármikor gyors sütik el, akkor ez a legjobb, ha van itthon, mert bármit lehet belőle csinálni. És gyorsan csinálom ma az ebédemet, mert teljesen elhúztam az időt a videózásra, meg telefonáltam, meg ilyenek. Mit akartam még elmondani? A fejem még eléggé betegül néz ki. Mondjuk nincs is rajtam smink, meg a hangomon is hallatszik, de most már így közérzetileg tényleg sokkal jobban vagyok, és nekem nagyon sokáig az orrom az, ami még érződik egy betegség után, és az még valószínűleg így a héten meg lesz, de úgy érzem, hogy decemberre most már tökéletes állapotban leszek. A futás miatt azért rosszul érzem magamat, mert épp, hogy elkezdtem a félmaraton felkészülést, megcsináltam két futóedzést, két erősítőedzést, és lerobbantam. Úgyhogy most egy, hát több mint egy teljes hét kiesik, mert nem akarok betegen futni, szóval azt nem akarom, hogy csak azért, hogy futhassak, elmenjek futni, és aztán egy hónapig beteg legyek, mert annyit nekem nem ér az egész, inkább maradjon ki egy-két hét, inkább legyen nehezebb újrakezdeni, de akkor már úgy egészségesen, úgyhogy most azt így beáldoztam, és picit rosszul érzem magamat miatta, ugyanakkor meglehetősen jól esik a pihenés, mert edzés szempontjából nagyon húzós és kemény éven volt. Nagyon sokat feszegettem a határaimat, főleg azért, mert úgy érzem, hogy bírom, vagy úgy éreztem, hogy bírom, de ilyenkor év végére valahogy mindenben így elfáradok, testileg is, lelkileg is, mentálisan is, úgyhogy nem mártott ez a kis pihenés talán most ebben a hétben. Aztán meglátjuk, de mindenképpen szeretném a decembert már végigfutni, karácsonykor is futni, nem a kaja miatt, hanem a futás miatt,
De ezt majd mi meglátjuk, és lesz külön ilyen edzéses témájú videó is, úgyhogy erről majd ott beszélünk. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas.